2024. július 30-a van, Pilis Csabán vagyunk az OSK nemrég átadott archivális raktárában. Hankó Balázs miniszter úr jelenlétében avattuk fel az új épületet. Európai szintű archivális központ alakult itt ki Pilis Csabán, hogy örüljünk annak, hogy egy 24,9 milliárdos országos szinten, európai szinten is óriási fejlesztést ünnepelhetünk együtt itt Pilis Csabán, és hát abban kell előrébb lépnünk, hogy a könyvolvasás, az olvasás, és ezáltal a kulturális identitás őrzés váljék egyre jelentősebben mindennapjaink részévé. Alkalmas lesz arra, hogy a következő évtizedekben befogadja az Országos Széchenyi Könyvtár vaspéldányait, azaz azokat a könyveket, amelyeknek a megőrzése az idők végezetéig az egyik legfontosabb feladatunk. Az elégedettség az megvan. Én azt gondolom, hogy azon ritka építészeti alkotások egyike, aminél majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy 100%-os, sőt, bizonyos értelemben még jobb is, mint amit megterveztünk. Nagyon hálás vagyok, hogy egy olyan tervező csapattal dolgozhattam együtt, mint a TSPC, akik egy nagyon precíz és nagyon jó szervezéssel csinálták meg ezt a dolgot, és megértették azt a művészeti programot, amelyet itt megpróbáltunk megvalósítani, egyfajta metamorfózisát az erdőnek, a fának a metamorfózisát, amelyből papír lesz, a papírból nyomtatott termék lesz, és amely innentől kezdve egy kultúrahordozó lesz. Mégiscsak Magyarország kultúrkincse van benne. Mégiscsak valamilyen fajta üzenetének kell lenni ennek az épületnek, amiben meggyőződésem, hogy 2222-ben az Aranybulla 1000 éves évfordulójára itt ugyanilyen körülmények között ünnepséget lehet tartani. A raktárban jelen pillanatban 81 ezer folyóméternyi szabad polckapacitás van. A következő években ebből 35 ezer folyómétert fogunk feltölteni, és nem csak a Széchenyi Könyvtár könyvállománya jöhet majd ide, hanem a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot alkotó tagintézmények könyvanyagának is helyet biztosítunk. Az épület több funkciós, nem csak raktározási célokat szolgál, hanem a megelőző állományvédelem számára restaurátor műhely is készült, illetve egy szerverterem biztosítja a szolgáltatásaink georedundáns lábát. Könyvre, olvasásra mindig is szükség volt, mindig is szükség lesz, hiszen a tudásunk évszázados tárolása ebben valósul meg. Ugyanakkor a modern kor kihívásaira is választ kell tudnunk adni, a modern kor kihívásai pedig mindaz a digitalizációs forradalom, amely körülvesz minket, azaz a könyvtárainknak ebben is élen kell tudni járni. Ez a mostani fejlesztés túlzás nélkül tekinthető az Országos Széchenyi Könyvtár 222 éves története egyik legjelentősebb ingatlan fejlesztésének. Végtelenül egyszerű módszerekkel lehet mégis olyan épületet csinálni, amely üzenetes a utókor és akár számunkra is.